Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hogyan tovább? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Schiller részére. Kedves Schiller, üdvözöllek téged. Te szeretnéd tudni, hogyan tovább, ami az anyagiakat illeti, és ami a munkádat illeti. Ez a jóslás asztrológia nélkül van, viszont én most bepillantottam a horoszkópodban, és az elmúlt másfél évben is, jelenleg is vannak kármikus témáid. A múltban kihatott a párkapcsolatban, ami a jövőt illeti, itt lesznek munkahelyi változások. Ha gondolod, akkor én elemezném neked a horoszkópot, mert ez megvilágítaná a helyzetedet. Nem akarlak rábeszélni, ezt te döntöd el, ez csak egy olyan ajánlat, mert látom, hogy milyen változások várhatóak nálad. És most kezdeném ezzel a jóslással. Ez a kép mutatja a te jelenlegi helyzetedet. A négyes szám jelenti a biztonság érzetét, ami az anyagiakat illeti, vagy a munkát illeti, de utal gyakran a párkapcsolatra is. Tudom, most ennél a jóslásnál anyagiakról van szó, munkahelyről van szó, mégis meg kell, hogy említsem az érzelmeidet, mert erre utalnak itt a kejhek. Mint ahogy látod, itt van egy ajánlat, egy lehetőség. Ezt mutatja ez a felső kehely. Ezek lehetőségek, amire most még nem figyelsz oda. Ez lehet egy munkahelyi ajánlat, sőt, biztos vagyok benne, hogy ez bekövetkezik. De mivel a kejheknél érzelmekről van szó, utal a szerelmi kapcsolatra is. Ez a hölgy ott középen lehet a te nagy szerelmed, hogy ő most nem meri ezt élni, ezeket a lehetőségeket, nem nyitott erre a párkapcsolatra, holott szeretné, amit te is érzel, de ez a hölgy mutathatja a te tartásodat is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentései is vannak. Hogy te nem hiszel abban, vagy feladtad ezt a hitet, hogy ebből lesz egy párkapcsolat. Mivel ennél a jóslásnál munkahelyi dolgokról van szó, de érzelmekről is, így mindkettő hat rád a jelen pillanatban, és ki fog hatni a jövődre is. Most megtekintjük a te jelenlegi munkahelyedet. Itt ezen a képen az látható, hogy minden a feje tetejére állt. Úgy érzed, hogy elveszíted a talajt a lábad alól. Elveszíted a munkahelyedet. Lehet, hogy ez így lesz, és lesz egy új kezdet. Viszont, ha ezt a kártyát megfordítod, akkor láthatod a könnyűséget, az eleganciát, azt is, hogy ez a táncos férfi megérinti a földet. Tehát van talaj a lábad alatt. Higgy ebben. De itt meg kell fordítani valamit 180 fokkal, tehát nézd az érmének a másik oldalát. Lásd ebben a lehetőségeidet. És hogyan tovább?
Mit kellene tenned, azt mutatja a következő kártya. Ezen a képen látunk egy királyt. Te vagy ez a király. Te uralkodsz a levegő eleme felett. Az utal a könnyűségekre, a szabadság érzetére és a kommunikációra. Ami fontos, beszélj másokkal. Ami még szintén fontos, hogy te hozod a döntéseket. Amit még ez a kard szimbolizál, túltenni magunkat a félelmeken, ugyanúgy, mint őrangyal Mihály elvágja a kardjával a félelmeket. Szabadulj meg mindattól, ami téged nyomaszt, ami szomorúvá tesz, tedd át magad ezeken a félelmeken, bizonytalanságokon, hozz komoly döntéseket, és te irányítod a dolgokat, mert te vagy itt a király. Mi várható rád, ami a munkát illeti? Lesz itt egy munkahelyi változás, és mikor? Azt mutatja a következő kártya. Ami a jövődet és a munkádat illeti, ez a kehely mutatja számodra a lehetőséget. Ez olyan, mint egy forrás, és ez jelenti a te tehetségedet egy spirituális úton, a művészetek területén. Ez a tiéd, vetkezed be a dolgokat. Ez a kép jelenti az intuíciódat, az inspirációt, és ez mutatja az arany utat, ami a hivatásodhoz vezet. A horoszkópodban a felső ponton áll a halak jegye, és abban van Vénusz bolygó. Ez utal a hivatásra. A halak jegye a víz eleméhez tartozik, tehát itt is érzelmekről van szó, vagy a te intuíciódról, és Vénusz bolygó jelenti a te tehetségedet a művészetek területén, de jelenti a szerelmi dolgokat is, mert a Vénusz bolygó az utal egy hölgyre, és szimbolizálja a szerelmet, és hol van ez a párkapcsolat? A munkahelyeden. De visszatérve a kártyákra, amikor a halak jegye hat, és az márciusban lesz, akkor várható egy munkahelyi változás. Te feltettél még egy kérdést az otthonodat illetően, és most megtekintjük azt, mi várható ezzel kapcsolatban. Itt ennél a kártyánál láthatjuk a hetes számot. Az a hold energiájával áll összefüggésben. A hold energiája mutatja a vágyaidat, az álmaidat. Legyen egy elképzelés az új otthonodról. És amit még a hold jelent, hogy ezt meg is kapod. Erre utalnak itt a kelyhek. Itt érzelmekről van szó, és ezek az álmok jelentenek egy álom szép otthont. Ezt próbáld meg elképzelni, magad előtt látni, és higgy abban, hogy ez megvalósul. Mert te ezt megkapod, ha megvan hozzá a hited. Mivel itt a kelyheknél érzelmekről van szó, én úgy mondanám, hogy te a szerelmeddel, a lelkitársnőddel együtt fogsz élni, és lesz egy közös otthon. Ez kialakul jövő év júliusában.
akkor meg lesznek a tervek. Hogyan tovább, mi várható, ezt mutatja a következő kártya. Ez a fiatal férfi téged szimbolizál. A kezében van ez az arany kehely, ami az érzelmeket jelenti. Te megkapod. A kezedbe veszed a dolgokat. Lesz egy szép otthonod, ahol jól érzed magad. Erre szükséged is van. De nem egyedül fogsz élni ebben az új otthonban, hanem lesz egy szép párkapcsolat. Ami a sors utadat jelenti, a jövődet, azt megtekintjük a felső kártyánál. Egy lovag látható ezen a képen, és ez a lovag győz minden területen. Megkapja az elismerést, és ez a te jövőd. Azt, amit te elérni szeretnél, a te elképzelésed megvalósul, mert győzni fogsz. És most még van egy üzenet, egy lelki üzenet számodra. Kövesd a sors utadat, ahogy a lelked vezet. Ne hagyd, hogy bármi vagy bárki megállítson téged. Ez volt a lelki üzenet. Kedves Schiller, így tudtam a jóslás alapján a munkahelyedet, az anyagi dolgokat leírni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, és nagyon sok sikert minden területen. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!